fekete pólós molinót tartó tüntetők egy fővárosi színház előtt. Egy mesematiné miatt tiltakoznak néhányan. Az átriumban délelőtre családi programot hirdettek, amelyen az eredeti tervek szerint gyerekeknek és szüleiknek olvastak volna fel a toleranciáról és elfogadásról szóló ismert, de újraírt meséket. A szélső jobboldali tüntetők először megpróbáltak bejutni az épületbe, ám ez végül nem sikerült. A szervezők ezzel előre számoltak, így úgy döntöttek, hogy nézők nélkül online tartják meg a felolvasást a Meseország mindenkié című könyvből, amelynek egy példányát a Mi Hazánk mozgalom politikusa nyilvánosan darálta le a napokban, mert szerinte az meleg propaganda. A gyerekkönyvről reggel a miniszterelnök is elmondta a véleményét az állami rádióban. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Magyarország a homoszexualitás tekintetében egy toleráns, türelmes ország. De van egy vörös vonal, amit nem lehet átlépni. És én ebben összegzem a véleményét. Hagyják békén a gyerekeinket. A mesékből felolvasó Szalai Kriszta színésznő azt mondja, nem érti a tiltakozókat. Ez volt számomra borzasztó, hogy az emberek olyan szinten felhördültek, miközben egy mesét se olvastak ebből. És akkor azt mondtam, hogy akkor hagy olvassak már fel ebből. Van ebben gyönyörű erdélyi mese, a mitológiai történetű, amit hát kellett, hogy olvassanak ők is általános iskolában. Tehát miről beszélgetünk? Recsegés, lopogás és sisteres. Itt ha valami messziről közeledne az erdő felé. Az online közvetítést követő 13 ezer ember Szalai Kriszta meseolvasása közben is hallhatta, hogy a szélső jobboldali tüntetők a színház előtt rendőrök gyűrűjében kiabálnak. Most ehhez képest a gyülekezési törvény alapján azt mondani, hogy itt szélsőségesek skandálhatnak szélsőséges ordas eszméket, és mehet, ami a csövön kifér, szerintem ez nagyon-nagyon súlyos és beszédes a mai közállapotokról, és nagyon sajnálom, hogy egy ilyen gyönyörű mesekönyv, amilyen egyébként ez, én olvastam nagyon sokakkal, főleg az itt egybegyűltekkel ellentétben én elolvastam, nagyon szép mesék ezek tényleg. A mesekönyv a vita kirobbanása óta vezeti az eladási sikerlistákat, és csak előrendelés után lehet hozzájutni.